többen is azt mondják, hogy mehetünk, jó estét kívánok, legyek ura. Először is szeretnék nektek bemutatni egy nagyon kedves előadónkat, aki holnap lesz előadó, és nem tudom megrémülni, nem feminista, annak ellenére, hogy mindenféle nőszövetségi dolgokat csinál, de nem ez a budjant feminista típus. Sőt, igazi nő, úgyhogy azt tudom nektek mondani. Jó estét kívánok! Szeretném bekonferálni a holnapi előadásomat, ami 10 órakor lesz ebben a teremben, és tudom, hogy a címe az, hogy a siker ABC-je és nők a menedzsmentben, de nagyon sok szeretettel várom a tábornak a férfi lakóit is, mert tulajdonképp itt a siker külső és belső tényezőiről lesz szó, tehát mindenkire ugyanúgy vonatkozik, sőt az utolsó másfél órában még nagyon izgalmas mozgásgyakorlatokat is fogunk csinálni. Úgyhogy nagyon örülök minden kedves itt lévőnek és résztvevőnek. Köszönöm! Ön dr. Berger Krista, és fizikus doktor, tehát ilyen meglehetősen széles spektrumban mozgó hölgy, mert közben pszichológiai érdekli, táncterápiai érdekli, ilyenekkel foglalkozik most is. Tehát vannak polihisztorok, és ez jó, hogy így van. Vannak polihisztorok, és vannak, akik gondolnak olyan dolgokra, és amire mondjuk már nem gondolnak régóta, és ez azért érdekes, mert itt van ez a lábra álltam mögött. Ezt én már a régiek ismerik, de az újak nem ismerik. Ez a lényeg, hogy kiszámolták, hogy a határozatlanságot, amiről már beszéltük, hogy a helyzetben féle határozatlanság. Ez azt jelenti, hogy amikor már nagyon-nagyon lemegyünk a teremtésben, nagyon a pici dolgok világába, már egészen nem vagyunk a csodában olyan pici dolgokat vizsgálunk, akkor egyre inkább egyszer csak elkenődik egy felhőbe az a pont, ami eddig pontnak látszott, egyszer csak elkezd szétmázolni. Na most az a nagyon érdekes, hogy ezt az ábrát, amit itt ismerünk, ismerjük a népmeséinkből. A népmeséinkben ez megvan. Mit kell a ügyes kis hercegnek megszerezni? Az aranygyapjút, meg a... Mit? Le kell győzni a tűzokádosságát. Először, és aztán megszerezni az aranygyapjút. Na de, mi a csoda is az a tűzokádosságát? Beszéltünk róla. Hát a fény kvantum. Tehát a tökös kis királyfinak először meg kell szerezni a fény kvantumnak a tudását. Mert az az egyszerű. De amikor már tudja a fény kvantumot, onnan már el tud indulni, mert az anyagi részecskék meg a lelkek olyan borzalmasan bonyolultak ehhez képest, hogyha ha nem érti a fény kvantumot, akkor az egészből soha nem fog semmit megérteni. Tehát ezért van 100 éve bedugulva a tudomány, mert elbízta magát egy ponton a materializmus, és eldobált fontos dolgokat, saját részére is fontos, de eldobált. Eldobálta, kijöntötték a földővízzel együtt a gyereket, és erre rájöttek, de ezt nem merik bevallani. Tehát ez a felület, ez egy nagyon sík felület. Nagyon sík felületet nézed, nagyon finom tükrözőre csinált felület, de ez aztán olyan tükör, amilyen tükör csak lehet. Na, csinálod, simán látszik. Aztán amikor már egy kicsit jobban ki tudták számolni, akkor egy kicsit rücskös lett, mint az itatós papír úgy néz ki körülbelül, a középső. És alul meg ilyen portyol lesz. Hát ez az aranygyapjú, tudnék a részecskék felszíne így néz ki. Ugye elsőnek meg kell szerezni a királyfinak az energiának a titkát, na ez a lényeg. A második könyvemnek ez volt a címe, hogy az energia titka. Az első az volt, hogy a teremtés üzenete, a második meg az volt, hogy az energia titka, utána két pszichológia könyvet írtam, de az a lényeg, hogy megírtam még másik kettőt is, csak azt nem én írtam, hanem más írta, aztán lefordították, én meg lektoráltam, de az egészet újra kellett írni, mert a maga a lektorált anyag nem volt kiadható szintű. Tehát akkor könyvet kellett csinálni, ami olvasható, olvasmányos, és akkor ezt meg kellett írni, megcsináltam is, hogy most lehet. Valahogy megtaláltam a székbe. Jaj, egy kicsit. Na, így már jó lesz. Mert kicsit messze van a mikrofon, és akkor én hallom, hogy a hang nem megy egészen át, amely onnan visszahallom a hangomat, akkor jó. De
de mondjuk a humánok azok meg így beszélnek a mikrofonban, szóval szörnyű, érted? Tehát az szörnyű, tehát ilyen rémségesen, tehát azt hiszi, hogy meg kell fogni a mikrofon, mert hogy nem hallja vissza a saját hangját, mert nincs hozzászokva, a másik humán az ezt csinálja. Hogy azt akarom nektek mondani, hogy a ezt csinálja, és persze, hogy egy büdös kukkot nem hall senki, mert rám van vezényel a mikrofonnal, mert nincs hozzászokva a hangtechnikához, és aztán félre is dobja, ez a szar nem jó, nem hall, mert rosszul használod. És akkor nem hallják, azt hiszi, hogy hallják, vagy mit azt hiszi, hogy látják. Ezek ilyen humán tévedések, hogy ráírja egy A4-es papírra a fájdalmát, golyostollal, és akkor kitartja a kamerának, ami már 2 méterről sem látja a feliratot, hogy mi van rajta, rondán írta rá, szarul fogott a golyostollal, és akkor ezt fölmutatja, ez az én tiltakozásom. Hát gyerekek, nem így kell, rendesen boltbetűkkel ki kell nyomtatni nagy vastagba, meg kell tanulni azt a dolgot, és akkor utána attól kezdve legalább a tiltakozásodat el fogják olvasni. Ha mondd meg, hogy mit akarsz, nem baj, de hát akkor mondd meg. Mert ha nem mondod meg, csak itt te lobogtatsz egy A4-es üresnek látszó papírt, akkor az nem ér semmi. Tehát visszatérve, rájöttek már, hogy amikor ezt a Heisenberg-féle felületet elkezdjük kiszámolni, akkor ez a felület egész érdekes dolgokat mutat, már ilyen habzó folyadékszerű felület van. Ez az aranygyapjú. A részecskék felszíne így néz ki, nagyon nagy nagyításban így néz ki. Állandóan fortyog egy részecske, belülről kifelé keletkezik, és a közepétől elindulva gömbszerűen kifelé keletkezik, és hát mondjuk egy ilyen proton 5 és 3/4 hullámba terjed kifelé, nem egész számú, mert amikor kiír az egyik, akkor éppen eltűnik a másik, szóval ilyen szünet van benne. És ezek a belülről kifelé terjedő teremtési hullámok a paradicsomnak a működési elvét mondják el, vagyis hogy a paradicsom fájról van szó. A paradicsom fájról van szó. Ide is leteheted egyébként azt a kamerát nyugodtan, vagy oda is. Tehát ha éppen külön fel akarod venni, tehát a paradicsom fájról van szó, és a paradicsomnak a fáj azok nem azok, amiket gondolnak róla, és nem is a Földön vannak ráadásul. Egész nem a Földön van. Tehát nem a Földről beszélnek, ott a paradicsomról beszélnek, hanem a teremtésről. Tehát a teremtés titkait mondja el. A Biblia is a teremtésről beszél, amikor Noéról beszél, meg ilyen dolgokat. Tudod, mit mond el a Noéig a történet? Az elektron. A Noéig a történet az elektron. Aztán jön a vízözön, az az a réteg, amiről beszélek, és akkor utána újra betelepül mindenféle állatokkal a Föld, vagyis hogy mindenféle furcsaságok keletkeznek a részecske belsejével, és képzeljétek el, megvannak a kvarkok is a Bibliában, úgy hívják őket, kvarkok, a kvarkok megvannak a Bibliában, úgy hívják őket, hogy termések és gyümölcsök. De ez mond valamit, neked mit mond ez? Ugye az van, hogy mit csinálnak a gyümölcsök? Az almafán mit csinálnak? Kivirágzik az almafa, megnő egy alma, megérik, aztán a végén leesik a fáról, elrond a fa alatt, hogyha nem szedett föl, és következő évben megint kivirágzik, és ez egy ciklus, ami állandóan ismétlődik a végtelességig, ameddig az almafa megvan. Tehát ez ugyanezt csinálja, képzeljétek el a részecske belülről, hogy belülről kifelé állandóan keletkezik. Azt is mondtam előtt, hogy belülről, de ilyen hullámszerűen terjedve kifelé, a környezete felé, tehát gömbszerűen terjedve, elér egy felszínt, és azon a felszínen már ellehetetlenül az egész rendszer, mert hogy mindig jobban kanyarodik ez a részecske, ahogy teremtődik, egy fa egyre terebélyesebb lesz. De nem tud akár mekkorára nőni, ez az idő szerkezetből álló fa, mert visszakanyarodik, lefelé konyulnak az ágai, de ez csak időből van az egész, tehát itt nincs semmiféle alma, meg fa, meg ág, meg felesd, de ezek nincsenek, hanem ez egy függvény, ami lekanyarodik a
ha lefelé kanyarodik, és amikor már lefelé kanyarodik, szembe megy a saját teremtésével, mert az őt keltő tűzelemek már szembe mennek, és jön szembe az a törlő hullám, ami az ő képét egy régebbi állapotba hozza, mert hogy ez az egész egy látomás, úgy ahogy van. Maga az anyag is, az anyag részecske is egy furcsa függvény, ami egy önkeltő hurok, de igazából nincs ott semmi. Tehát nem áll semmiből. Tehát amikor azt hiszed, hogy az anyag anyagból áll, az nem jó. Időből áll. Minden, ami lett, az időből lett. Most azt mondom el, hogy hogy? Mert eddig erre nem jött rá senki. Senki. Mindenki magyaráz össze-vissza, mindenki okosabb, okosabb, még okosabb, csak éppen arra nem jött rá, hogy hogy működik az anyag. Mert ez a nagy probléma ebben, hogy nem tudja senki, mi az anyag, mi a lélek, mit tudom. És akkor mondanak mindenféléket ezzel kapcsolatban. Tehát mit tudom, én elmondta az Arany Laci, az Unita dolgokat, és azt mondta, hogy ők nem hisznek a lélekvándorlásban. Ez nem azt jelenti, hogy nincs. Nem, ők nem hisznek benne. Hát itt is van egy csomó ember, aki nem hisz benne. Most mit kell ezen kiadni? Mert nem értik, vagy nem jöttek rá. Most annyi. És egy csomó mindenben, egyébként nagyon sok mindenben hasonlít, amit én mondok, de én az Arany Lacival sose beszéltünk össze. Tényleg nem. Nem, sose beszéltem először, hogy így mondd el, vagy úgy mondd el. Itt nincs, soha. Csak nem is az én ötleteimet mondja, látszik. Néha kilógnak a dolgok itt-ott, de hát ez egy kutatás. A kutatás az nem kész valami. Az nem egy kész termék. A kutatás az kutatás. Kísérletezünk, keresgéljük, nézegetjük, és akkor valami egyszer csak kijön belőle. És akkor megint tovább lépünk, akkor megint kijön belőle, megint tovább lépünk. Ilyen egy kutatás. Régen azt gondolták, hogy fajkével kell számítani. Aztán valaki kitalálta, hogy vasekét is lehetne csinálni, ami jobban vágná a földet. És akkor hát lóval húzták. Na de a vasekéhez már több ló kellett, mert az jobban belekapott a földbe, már nagyobb erővel kellett húzni, hatékonyabban szántotta a földet, de hogyha egy kicsit száraz volt a föld, akkor szikere szólt, azt nem vitte. Akkor kitalálták a traktort, és elkezdték traktorra húzni az ekéket, aztán már az rájött, hogy aj, az, amíg több ekét is lehet húzni, ötször annyit is lehet húzni, tízször annyit. És akkor attól kezdve még hatékonyabban szántották fel a földet. Nagyon romantikus volt azok, hogy lovacskával húzták az ekét. Én húztam ilyenek, vagy mentem ilyenekre után, egy kisgyerekkoromban, komolyan nem voltam tanyán nyaralni, és az öreg parasztember megmutatta nekem, és én is vezethettem az ekét. Nem volt könnyű, de ott mentem vele. És fiú gyerek voltam, és megmutatta nekem, hogy hogy köcselni. Ilyen óvodás iskolás, kisiskolás voltam még, de megmutatta. Tehát már ekkor a kicsi gyereknek megmutatták, hogy hogy kell azt csinálni. Nem eltitkolni, nem gyereknek való a szívű hülyeségeket. De megmutatta neki, mert mindenkinek bele kell tanulni a szerepébe, amit majd felnőtt korában csinál. Ha ezt nem engeded meg a gyereknek, hogy beletanuljon, vessél magadnak. Mert olyan összkomfortos hülyét fogsz tevelni, hogy az csak olyan vagyok. És elvégeztethetsz vele három egyetemet is. Attól még hülye lesz, hidd el. Mert egy ceruzát nem tud egyedül kijegyezni. Komolyan. Volt ilyen tanítványom, hogy mondtam neki, hogy tegyék fel egy teját. Ez nem vastagabb. 25 éves férfi. Kivett a konyhából, tippolott. Volt egy parancsa, amit még nem töröltek, hogy ne nyúlj hozzá a gázhoz. A mama betiltotta a gázhoz való hozzányúlást, én meg kiküldtem. Na de az anyja parancsa erősebb volt, ne nyúlj hozzá a gázhoz. Ott állt a gáz előtt és néztem. Nem mondom, és kimegyek utána, mi van a tejával? Ott áll a gázban. Hát én félek meggyűjtöm. Háromszor meggyűjtöttem bőle a gázt egymás után, aztán már nem fél. Tehát meggyűjtött, azt lezártam. Meggyűjtotta, lezártam. Megint meggyűjtotta, megint lezártam. Tudod miért? Legyen meg benne, nem robban az föl, ha jól csinálod. Tessék, jól csinálod. Ugye, mert föl fog robbanni ez. Hát mondom, hát ha akkor kezdesz gyufát keresni, amikor már kinyitott a gázt, akkor már várható, hogy föl fog lobbani, pláne ha jön a postás és becsökkent. Ugye? És akkor tokostól jönnek az ajtó szembe, hát a tapasztalt postások mindig félreáll a csengetésnél. Persze, mert tokostól jön az ajtó, ha fölrobban a gáz a lakásba, úgyhogy ahol van ilyen gáz a lakásba, ott ő már úgy csönget be, hogy
hogy félreáll egy kicsit, megnyomja a csengőt, nem robban, akkor majd jönnek. Ennyire egyszerű. Tehát visszatérve erre a dologra, fantasztikus, fantasztikus érdekes az egész, mert hogy a részecskék szórásképét próbálták vizsgálni, és aztán az kiderül, hogy a részecskének leginkább a tömeg a felületében van. Itt a, ez a szóráskép, ez a felületében van, és az azt jelenti, hogy, hogy a felületében lévő tömeg az egy ilyen hártya, mint a dinnyei, és van benne az a neheze, és akkor van benne egy, egy hígabb dinnye belül. Mert a dinnye az hígabb közeg, mint a hég. És akkor ilyen a részecske is. És akkor az a nagyon érdekes, de hogy ez belül lámda keletkezik, tudod, miből áll a felszíne? Hú, egy idő ellentmondás. Tehát ha az engem nem tudja, hogy mi a fene a megfoghatóságok. Tehát én ezt a nyugvásdobozt, én meg tudom, hogy fog. Fogtál már elektrohéjat? Igen, persze, mert ha meggyomkodom az orromat, akkor itt az ujjamon végig atomok vannak, azokon kívül elektronhéjak vannak, és az orromon is ugyanaz van, akkor elektronhéjakkal nyomkodom az elektronhéjakat. Ugye? Na most ilyenekről nem szoktam gondolni, komolyan. Egy ilyen kémia professzor, aki egy egyébként bölcsokos kémikus volt, de valahogy egy pontnál leragadta a dologba, azt üvöltözte, hogy nekem senki ne beszéljön hullámszerű lisztről. Hullámszerű lisztről nekem senki ne beszéljen. Mert az ő agyában a részecske. A részecske az egy bogyócska, és ott semmilyen hullámról szó sincs. Pedig mellette így átlósan az atomfizika tanszéken azt tanították az ELTE-n, hogy az anyag duális természetű, vagyis hogy részecske is meg hullám. Persze az, aki tanította, nem tudta, hogy miért hullám és hogy hullám, azt nem tudta. Rengeteg kísérlet volt arra, hogy hullámszerű, rengeteg kísérlet volt arra, hogy ütköztethető, és ezek voltak, de a kettő nem jött össze a fejekben. Hogy lehet egyszerre valami hullám is, meg részecske is? És akkor ilyeneket olvastam meg, de még nagyon neves fizikusoktól is, hogy majd amikor odaér a fénykvantum becsapódáshoz, akkor majd eldönti, hogy ő most részecske vagy hullám. Komolyan! Neves kutatók könyvben, sőt, még a Wheelernek a tollában is olvastam ilyet, a Donatian Wheeler az jól leírta a téridőt. Aztán valahogy kigolyozták, vagy nem tudom mi volt, vagy egyszerűen annyira, mert elég bonyolult ilyen csavarodott hullám teretétben, mint ha ilyet láttunk volna. Ugye azt mutattam be nektek az előző alkalmakkal. Ja, a levegő elem. Ugye az egy ilyen csavarodott tér. Itt síkmetszetét láttak, nem olyanra, amilyen, amilyen a valóságban. Azért mondtam, a csigaház. Na de az a lényeg, hogy így ez a az eloszlási függvény mutatja, hogy ez valahogy a felszínén helyezkedik el, de mi a csuda az, ami ott van? Hát mi az, amiért látjuk az anyagot? Tehát miért láthatlak én téged? Mert rólad visszaverődik a fény. De miért verődik rólad vissza a fény? Hát azok a, az az anyagi részecskék, amik valamilyen nagyon bonyolult szerkezetben ott vannak a bőrödbe, azok így verik vissza a fény. De miért? Mert hogy egy időtükör az összes részecske felszíne. De az összes, minden részecske. Ez az időtükör, ez teljesen ismeretlen még a fizikában. Az időtükör az azt jelenti, hogy van egy időellentmondás felszín, azt a téridő hozza létre egész pontosan, és ezért nincs téridő nélkül anyag. Mert abban a pillanatban az anyagnak eltűnik ez a megfoghatósága, meg ez az anyag jellege. Téridő nélkül az anyag eltűnik tudni, ha a téridő maga a rajzpapír, amire az anyag belekeletkezik, mert ez egy térbeli rajzpapír, nem egy sikla. De akkor, ha a téridőt kiveszem a függvényből, vagy a teremtőt, akármelyiket kiveszem, a két teremtőből akármelyiket, vagy a téridőt kiveszem az egész képletből, akkor egyszerűen anyag nincs is. Tehát anyag csak akkor keletkezett, mikor már volt Szentlélek. Tehát a téridő üres téridő, az a Szentlélek, egy üres téridő. Nincs ott semmi bácsi, nincs ott nagyszakálló télapó, nincs egy vak fekete valami van, de sötétség van. Még nincs fény, bár ő maga a fény, az az érdekes, de nincs amit megvilágítson, anyag még nincs. Sötét van, nincs semmi. Hát akkor hogy van ez tovább?
valaki kérdezte tőlem, hogy hogy lesz ennyi vízelem, ugye? Mert összesen én mondtam, hogy 10 darabról beszéltek nekem a Földön kívüliek, hogy 10 darabban originális, eredeti. A többi az már minden másolat. A teremtők másolata, ennek a 10 teremtőnek a másolata, aki benne van az univerzumban, de az egész folyamatot kettő indította el. Ez a két teremtő indította el, és most már itt 10 darab futkározott bele tűzelem, aki originálisan mi univerzumainkban, vagy mi univerzumunkban, de ez a 10 darab, ez nem több. Tehát nem az, hogy most te 12-nek, 17-nek, 62-nek, 47-nek, mit tudsz, lehet számokat mondani, de 10-ről beszéltek, és gyanús nekem, hogy talán az angolok is azért mondják azt, hogy 10 van. Isten. Milyen érdekes. Úgy egyébként az angolban igen sok van a versziből, meg a skótból, csak majd tessék észrevenni. Tehát a verszi nyelv az ott ez egyik nagy tartomány Angliának, de hát igazából az egy külön nyelv. És a skót is egy külön nyelv, a gél, a skót, az ír, ez egy külön nyelve, nem angol. És már Írországban nem az Angliához fűzött írországi részben, hanem az írországi Írországban, már ott is alig beszélnek írul. Elfelejtettek írul az írek. Tehát annyira angolul kezdték rá, annyira nyomták rájuk az angolt, hogy akár mekkora szavácsakarszot is folytattak, egy valami lényeges dolgot elfelejtettek a nyelvüket, amitől ők igazából írek. Na most az a nagyon érdekes, hogy az írek azok a legesleg nyugatra szakadt kelták, vagyis hogy hurók. És ők annak is tartják magukat, nagyon érdekes. Képzeljük, hogy annak gondolják magukat, persze minden eszközzel ezt megpróbálják Magyarországon lehandabandázni, hogy ilyen nincs meg, ezek hülyék, tehát mindenki hülye, ő az okos, de mindenki hülye. Hát azért talán ebből tovább lehetne lépni, mert hogy ezek az írek azért tudják, hogy ők mitől írek, mert a skótok is tudják, hogy mitől skótok. Ugye? És az a lényege, hogy a nyelvekben lapulnak olyan megoldások, amivel még érdemes foglalkozni. Tehát a nyelvész vagy, akkor is találsz munkát magadnak a teremtésről. Én kínaival kezdtem foglalkozni. Miért? Hát mert elkezdtem a magyar nyelvnek a szógyökeit keresni, aztán hol találtam meg? Hát arra fogom keresni, amerről jöttünk. Mert onnan van értelme keresni ezeket. És akkor ahonnan jöttünk? Hát keletről jöttünk. Jó, mennyire keletről? Ugye, mert volt ennek több fokozata. Hát először ugye nekünk azt mondták, hogy a Volga Káma könyökétől, de aztán kiderült, hogy hát nem, mert ugye a hunok azok szarráverték Kínát is, ugye, meg sőt az első kínai császár az speciál, az hun volt. Tehát azért ő alapította meg Kínát, hát azért talán azért az mégsem lebecsülhető dolog. Hát azért van valami közünk odáig arrafele is. És én nem akarom elfoglalni Kínát, nem erről van szó, hanem csak a nyelvemet keresem, szeretném megérteni, hogy mit jelent az egyik vagy a másik szó. Mert például te pontosan tudod azt, hogy levegőelem a fény, de tudod, csak nem tud összeadni. Tessék észrevenni, hogy például, hogyha a soha nem volt semmi kapcsolatunk nekünk a sumérral, hát hangosan ordítva érezteli, hát azért engem azért egy kicsit elgondolkoztat az, hogy a sumérok a központi csillagunkat úgy hívták, hogy nap. Na aztán mondjam még egy népet, aki napnak hívta. Napnak, kihívta napnak. Érted? Nem? Sonce, sonne, és így tovább. Sun. Na, hát ezek az angolok ezzel a sunnal, hát nagy gyerekek, hát ilyen fogásságok. Miért is mondom? Hát mert a sun azt is jelenti, hogy nap, meg azt is jelenti, hogy fiú. Most már képzeld el. És hogy nem, várjuk hajnalba a napfelkeltét, bizonyos napokon várjuk a napfelkeltét, mert jön a fiú föl az égre.
ó, ezek a pogány napimádók, szörnyű, hogy nem tudnak erről szólni. Aztán behozza nekem a katolikus pap az oltári szentséget, ami láthatóan egy nap. Ugye ilyen sugarak, amiket úgy behozza. Láthatóan egy nap. Behozza, tényleg. És azt hiszed, hogy nincs tűzelem a katolikus templomban. Azt hiszed, a vízelem, vagy nincs. De van! Tessék megnézni a Szegedi Dóm elejét, ki van írva, hogy tűz, víz, levegő, föld. Komolyan, a latinulnak írva, de ez ne tévesszem meg téged. Ki van írva? És ki van téve a két teremtő így az elejére a templomnak. Ez eléggé magyarázó, ez a két kúp alakú te, az a teremtő. És akkor anyáztak, hogy ezek a római pogányok, ezek ilyen kúpokat imádtak. A pogányok kúpokat imádták. Nem, bocsánat, nem a kúpokat imádták. Egy hülye ilyen van persze, aki gyűlölködik, de nem a kúpot imádták, mint hogy nem is a napot imádtuk, hanem a napisten. De a napisten az nem a nap. Hogy nem, mit látok a Bibliában, a katolikus Biblia, napba öltözött asszony. Mi? Gondold végül, napba öltözött asszony. Akkor ez mi? Hát ez a napistennek a centruma. A királylány, amiről beszéltünk, ez a király, a napba öltözött az, hogy ez maga a királylánya abban a térkvantumban, ami a nap közepében lakik, és ez a napisten. Nem a nap a napisten, hanem a napba öltözött az, hogy mint anyagi ruhán magára vette a napot. De az nem ugyanazt jelenti, amit itt magyaráznak bele, hát ilyen marhaságot összehordanak, hát nem vicceljük. Nem imádtuk mi sose a napot, a tüzet se, mert a teremtő az egy tűzelem, de az nem azt jelenti, hogy a tábortüzet imádtuk, mert ezt magyarázták ezek az állatfejek, olyan, hát miért csináld már viccelőt velem? Hát sosem imádtam én a tábortüzet. Hát itt vannak a szörnyűségek, hogy ha becsületesen ők is ugyanazt, egyébként teljesen ugyanazt a liturgiában, mindenben ugyanazt imádjuk, a keresztény egyházban, mint a többiek, mint a többiekben, mert a többiekben is azt látják. Hát nincs másik, mindig azt fújják azt a nótát, emlékszel, hogy egy Isten van és te, egy Isten van, de ne beszélje itt nekem Istenekről. Hogy nem azt olvasom a Bibliában, hogy lejöttek az Isten fiai, meghágták az emberek lányait, ez Biblia, és ebből lettek a titánok. Ó. Titán, ezt nem értitek? Csak értitek, miről van szó, hogy már nem beavatott. Nem beavatott, és jó ember, lehet, hogy 10 nyelven beszél, és jó ember, és imádja a gyerekeit, és segít mindenki. Nem erről beszélek, de ezt ő már nem érti. Nem érti. És hogyha megszakad, akkor sem érti, és sosem fogja már megérteni, mert agyonvert mindenkit, aki megmondhatta volna meg. Hát így működik a világ. Így működik. Hátam mögött, még mindig a szórásfüggőm van, de majd mindjárt vált egyet a Zimike, vázasan lapoz. Ajjaj. Föltette nekem azt, hogy string teória, ez a szál univerzumnak a teóriája. Hát elég zagyban magyarázott rá, de mindegy. A néprajzban sokkal jobban tudunk találni ennél a cipőfűző teóriánál. Igaz, tehát a teória igaz. Ezt még az Einstein kezdte felállítani, Einstein Podolsky-Rosa kezdte ezzel foglalkozni, és valóban száluniverzummal foglalkoztak, fénykvantumokat vágtak ketté, EPR jelenség. Azért EPR, mert Einstein Podolsky-Rosa, azért EPR-nek hívják ezt a jelenséget, mert az angol az minden mániákusan rövidít. Mert nem bírja felfogni a hosszút, és akkor rövidít. És lerövített 10 évvel, de ott van benne az Einstein is, és hogyhogy nem, rájöttek arra, képzeld el, hogy van a fénysebességnél sokkal gyorsabb sebesség is az univerzum. Mondhatjuk úgy, hogy végtelenül gyorsnak mondta. Nem végtelen az sem, én azt mondom, de hát a fénysebességhez képest végtelen. De, nem, de azért ez egy megszámlálhatóan végtelen, így mondhatjuk matematikailag. És ez a furcsa, megszámláltam végtelen sebesség, őrült nagy sebesség, ez egy térciklus alatt kimegy az univerzum határáig, meg visszajön a közepén. Tehát ez
ez tényleg őrületesen gyors. Ez a fénysebesség meg sok ezermilliószorosabb, milliárdszorosabb, tehát őrületes majd nagy sebességre van szó. És igazából az történik, hogy ez a százszerű univerzumban felvillannak a fénymagok, amik nincsenek ott, de ő látja. Mert odaérnek hozzá azok a hullámok, amik ezt a képet szállítják, és ez a százszerű univerzum felvillanás, ez egy ilyen elágazó faszerűen működik, pontosan hasonlóan a részecskék belsejével, csak makroszinten óriási nagyban, és ez milyen érdekes, beszéltem az angol szerán. Az angol szerán az a Perseus bétájának a szeránja, az a Perseus csillagképnek a második legfényesebb csillaga, az azt jelenti, hogy alfa, beta, gamma, delta, úgy vannak a csillagok fényerő szerint a csillagászatban megbetűzve görög betűkkel. Nem úgy, mint a pszichológiában az az idióta, aki megnevezte a meditációs szinteket, és akkor a béta az ébrenléti állapot, utána jön az alfa, aztán a téta, aztán a gamma. Nem, delta, bocsánat, aztán a delta. Össze-vissza betűzte meg, nem ismerte a görög ABC-t. De még csak nem is orosz ABC szerint, vagy bármelyik ABC szerint van, szóval nem ez ilyen süsükesejű volt, nagyon nagy akart lenni, és görög betűkkel betűzte meg, és a sok süsükesejű mind átvette. Na, ettől kezdve zűrös. Ez olyan, mint a technikai, meg a valódi államirány. Hát igen, igen, mert az rossz, és akkor és annyira bevezették, hogy már nem fordítják meg. Most nem is arra folyik az áram, meg nem is arra mennek az elektronok, szóval csak ezzel baj van. Na, nem kis baj van, nagy baj van. És ezek befagytak. Ezek befagytak a fizikában, befagytak a kémiában, ilyen rossz elnevezések, valami ő elnevezte és úgy maradt. Sok ilyen van. Hogy nem érted hozzá, de ez olyan, mint a pendrive. Na, az egy mai pendrive. Se nem pen, se nem drive. Ugye? Mert a drive az valami forgó valamit jelent, a diszk régen az drive volt, mert abban forgott egy motor, meg egy ilyen mágnes lemez forgott benne, az volt a drive, az rendben van. Ugyanúgy néz ki egyébként a könyvtárban, mint ami forog, csak ebben nem forog semmi, mert ez egy kristály, és kristály memória, semmi nem forog benne, és nem is pen, mert nem lehet vele írni. Tudni, hogy ez nem toll, mert a pen az toll. Ez se nem toll, se nem drive. Tehát valami szőke amerikai titkárnő elnevezte, és ráragadt. Először talán vízből ragadt, aztán teljesen ráragadt. Úgyhogy ez ilyen. Újra mit lehet látni, itt a Perseus, és ott egy nyíl mutatja az angol csillagot, az a Perseusnak a bétája, és mellette a Cassiopeia van. A Cassiopeia most ott látszik este az égen, ott az erdő fölött erre, merre mutogat. Egy ilyen dupla V alakú csillag, az egyik egy kicsit laposabb háromszög, a másik egy majdnem egyenlő oldalú háromszög, és ott van, és hogyha a távcsövet, hogyha jó lenne az ég, meg jó lenne minden, akkor láthatnánk az Andromeda galaxist, ami egy hatalmas, 5 holdnyi nagy galaxis, csak olyan halvány, hogy már nem lehet látni. Tehát azt csak nagyon nagy sötétségben lehet látni, és ez a Perseus, ez azért is érdekes, mert ide fogják evakuálni az emberiséget. Ennek a negyedik bolygójára. Nem a Perseusra, mert az egy csillag, akkor nem lehet senkit evakuálni. Hanem a lelkeket oda viszik át, ameddig a Földet fogják karbantartani. Nagy karbantartás jön, klozetot kitakarítják, sok szemetet eltakarítják, amit csináltunk, és akkor megint egy békés jó bolygó lesz, hát egy 1000 évig, ameddig föl nem, meg nem születnek az igazi nagy hülyék, és akkor kezdődik minden előről. Szóval így tükörik gyerekek a világ. És az az érdekes, hogy ezek a hülyék hozzák a haladást. Tehát őrületű érdekes ez. Mert hogyha nem lennének hülyék, akkor még mindig falkével szántanánk. Ez az őrület a világban. Ugye, mert ha nem lennének ezek a feltalálók, akkor nem lenne semmi előrehaladás, akkor megmaradna az a technológia 10 000 éven keresztül, amit csináltunk, bottal megszurkálnánk a Földet, belevetnénk a magot, azt jól van. Ez ennyi lenne a mezőgazdaság. Na jó, de hát
fogánkám, amikor már 7 milliárd ember él a Földön, ez már nem jön össze. Ameddig egy 20 tagútra a családot körülállítani, meg lehet talán ezt csinálni, de amikor már ilyen őrületes mennyiségű embernek kell élelmiszert felváltani, akkor már nem járható. Nem járható. És persze, melyik népesség szaporodik jobban? Az iskolázatlan népesség. Meg a szegénység, az szaporodik jobban. Szegény emberek. Ha nincs televízió, akkor csinál gyereket. És ez baj. Jó az, hogy szaporodunk, csak egy nagy baj van, ha túl szaporodik a Föld, akkor igazából egymást fogjuk a végén megenni, mert már nem lesz tűnt. Igen, hát ez, tudod, hogy ez a Földnek az eltartó képességéhez képest, mennyire túl van terem? A tűzözön előtt 17 millióan éltek a Földön, és 2000 év múlva volt a vízözön, akkor 15 millióan éltek körülbelül a Földön. Nem 11 millióan éltek a Földön, összesen. Tehát az egész Földön annyian éltek. Hát ott nem volt az, hogy egymás fenekébe éltek az emberek, ugye bőven volt hely. Később aztán ez a hely egyre fogyik. És amikor fogy a hely, akkor a helyért mindenféle küzdelmeket kezdenek folytatni. Mert mindenki szeretne terem érsedni, de hova? És ebből bajok vannak. Ebből azért háborúk indultak, mert minden baj lett. Persze lehetne másképp is csinálni, de általában nem az ész vezeti ezeket a folyamatokat már, hanem a szükségszerűség beleviszi az embereket a bolondságokba. Hát lehetne gondolkodni és teljesen másmilyen mezőgazdaságot csinálni, másmilyen építkezést, másmilyen dolgokat, de hogyha havonta kell új telefont eladni, vagy két évente, most tök mindegy, akkor, és nem 15 évig működik valami, hanem egy-két évig működik, aztán vége, ugye fogyasztói társadalomban, most az autókra régen még elműködtek 30 évig, most már örülsz, hogyha 5 év múlva még nem esett ki alulva, vagy 10 év múlva, kiesik alulva, mert széteszi a fene az egészet. Na most ez a lényeg, hogy itt van egy ilyen érdekesség, hogy egy dimenzió hogy fordítható ki. Nézd meg, hogy egy dimenziót hogy lehet kifordítani. Tehát itt egy ilyen forrás, amiről beszéltünk. De ezt akár így fordíthatjuk magából, és ilyen furcsaságokat, topográfiai furcsaságokat lehet csinálni. Ez is az, ugye, hogy kifordul, és ez az az ábra, egy toroid, amit így kifordítok magán belül. És ezt meg lehet csinálni vele. Tessék, hogy csinálni. Elkezdted gondolatot, hogy az angolnak a szerányával beszélgettél. Azt majd befejezem. Igen, befejezem, persze. Az angol szerányával beszélgettem, és nagyon érdekes volt, mert bevittem az erdőbe egyem a szívét, mert azt mondta, hogy nem mondhatom meg neked, hogy hol vagyok. És aztán egy idő múlva egyszer csak azt mondja nekem, hogy itt. De az angolról beszéltünk. Hát mondom, most tudod, a magyar nyelvnek vannak olyan csapdái, hogy nagyon fontos helymeghatározást ad, mert hogyha előtte az angolról beszélsz, aztán azt mondod, hogy itt, akkor én már tudom, hogy te az angolról vagy. Ajjaj, azt mondja, ajjaj. Mert bevittem az erdőbe, és megmondta ő, hogy hol van, de azért nem akarja ő megmondani, hogy hol van, mert megtámadhatják. Mert vagy nem a bolygót kell megtámadni, a házadat kell lebombázni, ha megtámadod egy ilyen napszerát, megtámadsz és kinyírod, akkor az egész bolygórendszere megy a lecsóba, úgy, hogy volt. Egy akcióban. És pip, már nincs is tovább. Tehát ő tartja fönn az egészet, rá van fölfűzve. És ezt nem azt elrontod, akkor baj van. És ezért ezeket nagyon védik. Ezeket a csillagszeránokat nagyon védik. Mondjuk a napistent is. Pontosan azért védik, mert azt valaki innen elviszi, tudod, mi lesz belőle? Szia! Ez így eltűnik az egész. Nem fog fájni. Nem kell sírni, mert nem fog fájni. Hanem így eltűnik az egész naprendszer. Mikrofon nyugalmi állapotban. Megöregedett. Így van ez. Már vizet csavart belőle, úgy meghúzta. Na, tehát, de az Arnold nagymester, majd szólok, mikor kolyunk. Tehát ez a toroid,
látszólos torokot. Tehát ez a toroid is így kifordítható, de még van egy csomó ilyen érdekesség, hogy a dimenziókkal kapcsolatban nekünk nagyon merev elképzeléseink vannak. Tehát mindenáról sík idomokban, meg ilyen, ha idomokban is ilyen merev idomokban gondolkodunk, és nem tudjuk ezt a sík gondolkodást rendesen, becsületesen elhagyni. Visszatáncolunk, tehát mozgó, élő valamit kell megcsinálni, mert az egész világ mozog. A Galilei nem azt mondta, hogy e pulsi muove la terra, hanem azt mondta, hogy e pulsi muove. Azt jelenti, hogy mégis mozog, de nem a föld. Mert a la terra nem volt benne, bocsánat. Hát itt kezdődik a probléma. Mert ő rájött valamire, hogy az egész világegyetem mozgásban, minden elemében mozog, nincs egy fix pont se az egészben, sőt, még az a királylány, akire tulajdonképpen rámondhatjuk, hogy az egésznek a világ tengelye, a közepe mindennek, még az is mozog. Mert hogy maga az egész rendszer állandóan keletkezik és újrakeltődik, maga a téridő forrása is állandóan újrakeltődik, tehát nem ugyanaz van ott már fordulat után, hanem már változik. Állandóan változik, változik, változik. Tehát egyetlen dolog állandóan a világegyetemben az a változás. Tehát a változás nélkül nem is működne az egész. És hát ugye tegnap megállapítottuk, hogy kezdetben vala az ige, ugye az ige az meg történés, létezés, cselekvés. A cselekvésben látszik, hogy az egy mozgalmas valamit jelent, nem egy statikus valami. Állandóan cselekszik, csinálja, gyártja az egész rendszer. Így néz ki maga a toroid, ugye egy lyuk van a közepén, ez egy úszógumi, hát mindegyik ötöknek volt a derekán, legfeljebb nagyobb volt a lyuk a közepén, de ez a dolgon nem változott semmit. Autógumi, ezt is láttatok már, mindenki látta, majd gyerekkorunkban ebben pancsisztunk, meg fürdöztünk, meg mentünk a patakra, pancson, ugye mindegyik ötök megérte ezt. És az a nagyon érdekes, hogy ezen információsan áramlik állandóan a világegyetem tudása. Tehát az a parányi viszi valami olyan hihetetlen mennyiségű tudást képes elhozni, hogy nem is gondolnál. Mert te neked az adatrögzítés ilyen marhaságokban, aztán megvannak a magunk rögeszmény, hogy így kell adatot rögzítenek. Ugye régen először ugye fölírtak betűket agyaktáblákon. És akkor így kellett adatot rögzíteni, hogy egy puha agyakban beleírkáltunk egy stílussal, beleírkáltunk egy ilyen rovás jeleket, és akkor ez volt az írás. Hát ez jobb, mint a számítógép. Miért? Jobb. Hát az tűz és vízálló bogártán. Kiég egy cserép, az még 5000 év múlva is kiásható a földből, és még el lehet olvasni. Hát a flopidot már nem. Vagy a CD-t sem lehet elolvasni. Ilyen már a 100 év múlva már nem használható semmi, nem tudod elolvasni, kész. Mert hogy szétmálik, szétmegy, pláne ezek a műanyag hordozók. Jó, ezeket még ilyen polikarbon lemezekre csinálják, az elég tartós, vagy kicsit UV-álló, meg szóval kicsit jobb egy fokkal, mint ezek a ucska poliészter műanyagok, meg ezek, mert az, hát az úgy rohadt szét 5 év alatt, hogy semmi nem volt belőle, szétmálik, egyszerűen szétmegy. Ismeritek a konyhából, minden törik elfele, ugye? Hogy a gumi, az ilyen bugyi gumi, meg a befőztes gumi, meg ezek. Nem szexuális bugyi gumiról van szó, hanem arról, hogy ezek a vacsal gumik, ezek két év múlva szakadozik szét, már nem nyúlik meg, már semmi nem van. Hát, és ugyanígy van az összes műanyaggal szinte. Tehát még egy ilyen bakelit konnektor is szép megy, hogy 30 év múlva, 50 év múlva már nem leszünk. De még azért én látom, megvan nekem még 50 éves bakelit darabok. Az egy régi fajta műanyag volt, az egy hőre keményedő műanyag volt, elég jól elbírta az idő vastagát, úgyhogy sokáig tartott. Az megvan. Hát ezek a konyhai eszközök, amik, hát azok nem, hát az törik el bármik szét. Hát az úgy van megcsinálva, hogy beír ugye, kész. Ez a lényeg. Ajjaj. Hogyhogy nem, föltett egy nagyon érdekes ábrát nekem az imi. Mit látsz ezen? Na, ki mondja meg, hogy ezen mi van ábrázolva ezeken a szobrokon? Na? A fény,
Fénykvantum, bizony. Fénykvantum, honnan tudjuk? Fénykvantum. Ugye a kálamága, mit jelent az, hogy kálamága? Idő, kígyó. Nem biológiai program, nem. Idő, kígyó, kálamága. Azt jelenti szó szerint, hogy idő, kígyó. Nem biológiai kígyó volt a paradicsomban bogárkányban. Hogy jött a sziszegő kígyó és a krízésre. Jó, hát ez egy jó kis pasztorál, de a gyerekek, ez nem így volt. És ez nem azt jelenti, hogy nem volt kígyó, csak nem olyan kígyó volt, mint amit aztán később ebben belemagyaráztak. Az egy kálmága volt, az egy idő kígyó volt, és ez az idő kígyó mit tartotta szájába, mivel csábította a lélek. Ugye egy ilyen toroiddal, mint amiről beszélünk, egy ilyen alma alakú időforrás, mert ez az időforrás a lényeg az egészben. Egy alma alakú időforrás tart a kezébe, és ezt kínálja az Évának, mert ez lesz a maradandóság, mert a tudás, meg a halhatatlanság fájánál ott kavarnak, ugye? Most mi a lényeg, hogy mindig megmaradjál, vagy mi a lényeg, hogy okos legyél? Választodsz. Örök élet, vagy ugye, mert hogy az örök életet helyett mondjuk a tudást választod, akkor az is veszélyes, mert a jó és a rossz tudás is ott van. Tehát hát a jó és rossz tudás egyszerűsítve az, hogy van egy konyhakésed, azzal lehet a gyerekeknek vacsorára kenyeret szeletelni, vagy hasba lehet vágni a szomszédot. De jó és rossz tudás. Mert hogy erről szól az egész világ. Minden erről szól. Ne használd rosszra az eszközöket. Bármilyen eszközön csavarodva is be tudnak én téged szúrni. Csak nincs ilyen szándékod. Hát ez a lényeg. Tehát mindig belemagyaráznak, nem marhaság. Tehát ez az lényeges az egészben, hogy ezeknek a biztonsági embereknek egy nagy baja van, hülyék. Nincs elég fantáziájuk. Tehát azt gondolja, hogyha ő nem enged fölvinni valamit a repülőre, akkor azt majd nem is fogják megtámadni a pilótát. Na hát, haver, ez vékony, az agyilag vékony. Ugye? Úgy megtámadják, mint a húzat, ugye? De jönnek ezek a nagy menekültek, nagyon jó ruhában jönnek egyébként, meg jó cipőben, mint ha egyenruhában lennének, mind nagyon, nagyon jó állapotú ruhákban jönnek, nem? Ringyrongyokban, cafatokban, jó, egyforma, jó ruhában, mint hogyha egyenruhaszerűen kiosztották volna az egészet, nekem gyanús, és akkor ebbe jönnek, és akkor gondolod, hogy ez bemegy a henteshez, hogy az utcáról itt benéz, ó, milyen jó konyhakések vannak ott, elmegy a henteshez, kikapja egyszer nyomatlan pillanatban a hentes mellől a konyhakést, azt átvagyja a torkát, azt viszi az összeset. Kint várják, hát van 22 konyhakésünk. És a hentes már ott a pult mögött elfeküdt. Na, ennyi volt. Megy a mellette lévő üzéhez, megy a mellette lévő katonai bázisra. Józsi ott állandó gondolkodik a mennyasszonyáról, hogy milyen jó lesz, mindjárt szabadságra vegyek. Szóval Józsi az aranyos és kedves, szép, szerelmes fiatalember, csak éppen egy dolog baj van. Gyenge, agyilag is gyenge, és nem figyel semmire. Mert hogy amikor aztán ezek a kiképzett szélhámos izék jönnek, gengszterek jönnek, akkor tudod, mi van. Megkérdezik tőle, hogy hány óra, és akkor lenéz, akkor átvágják a torkát. Szóval ez a különbség, és már benne is vannak a katonai bázisok. A gyerekek, erről szól az egész világ. Csak ezek az európai bürokraták, ezek olyan messzire vannak a valóságtól, hogy az már a vicc kategóriában tartunk. Vicc, komolyan vicc. Mert ilyen szépergés megy az egészbe, és aztán közben már a trójai hadsereg benn van az Európában, az egész. Tele van Európa, már a trójai hadsereg itt benn, már beengedtük, már itt vannak. Sőt, mi mentettük ki őket, hoztuk be őket, mi behoztuk. És itt mindig hozták útlevélnek a szerencsétlen gyerekeket, meg azért gyerekek, ha 6000 gyereket, 7000-et itt hagytak Magyarországon az elmúlt, tudom, egy-két évben, akkor csak gondolkodjál el. Egy arab nem hagyja ott a gyereket. Vagyis, hogy ezek a gyerekek nem gyerekek voltak, csak útlevelek. Ezek csak arra voltak jó, hogy tapja járva egybe folyjon a sírástól mindenkinek, hogy milyen szerencsétlen itt, hogy szegény gyerek is, mit tudom én. A gyerek tényleg szegény volt, csak a gangster hozta maga előtt fegyvernek,
pajzsnak, és behozta az országba, és mindenhol átengedték sírva, meg megetették, meg mit tudom én, ami a nagyon rendben van a gyereket, csak hogy a gangstert ismeri. És azt is segíti. Sőt, a kérek krónyak, és még ad is neki, amilyen infantilis. Ja, lehet, hogy a következő pillanatban már fogja vele a torkodat, csak te erre nem gondolsz, mert hát ilyet nem csinál egy ember. Te csinál, bogárkát. Csinál. És ez a veszély már fent áll erősen itt Európában. Nem válunk, egész Európában fent áll. Tessék csak észrevenni, hogy Debrecenben mi volt. Egy picit azt a filmet jobban tessék megnézni. Amikor Debrecenben ott fölvették ezt a handabandázását ott a menekülteknek. Csak azért érdemes volna. Azok ott már ilyen izében voltak, ilyen lázításban be voltak ízítva, hogy alak a legnagyobb, és meg fogjuk mutatni, hogy ezeknek a szemeteknek, hogy szépen, tehát már igazából ott krenkolik fölfelé ezeket a harcosokat. És a következő pillanatban nem csak kiszaladnak az utcára, és kővel megdobálnak egy pár autót, vagy kiverik egy ággal a tablakát, hanem sokkal nagyobb bajokat fognak csinálni azok pillanatok alatt. Már kezdődnek a bajok. Már higgyétek el, hogy kezdődnek a bajok. És ezek őrületes tempóban fognak szaporodni, már ősszel látni fogjátok. Sajnos ez a helyzet. És az a baj, hogy akiknek ezt le kell kezelni, azok nincsenek a helyzet magasnak. Tehát a döntésképtelenség olyan méretetlenül nagy, és olyan vezetőség is van, hogy én sírva fakadok, ha ránézek. Tehát ha annak kell döntést hozni, na, akkor véges lesz. Tehát semmiről nincs semmilyen tudása. Hogy tud egy ilyen ember döntéseket? Megbízása. Mi? Megbízása. Megbízása, az van neki, az biztos. Valaki megfizette, hogy ezt fogod csinálni, az van neki. Tudása semmi. Itt van napa. Naprendszer bolygói. Jaj, de jó! Ezek a naprendszer bolygói. A legkisebb a Merkur, ott fönt a földsősorban, az a szürke. Aztán utána a Mars, ha nem igazán jó sorrendben vannak. Merkur, Mars, Vénusz, Föld. Olyan sorrendben vannak ott a baloldali földsősorban. A méretek, igen, mert ezek mérethelyesek. Ezek a méretek. Aztán a következő jobb oldalt lévő külső sorozat, ott a Földdel kezdődik, az a kis zöldborsó, ott tanul az a Föld. És utána az a kékes színű, az a Föld, az meg a Neptunusz, nem a Jupiter, az a Neptunusz, az a kékes, a kékes zöld az Uranusz, ezek majdnem egyforma nagy gázbolygók, ezek messzire keringenek attól. Utána jön a Szaturnusz, hát az már jó nagy. Hát a Földhöz képest nézd meg, szóval azért ez jó nagy, ez ilyen 200-szorosan meg, szóval nagyon sokszorosan a Földnek. Ott jobb oldalt van a Jupiter, az a csíkos, az a Jupiter, és az az a vörös folt, amiről beszéltem tegnap, ugye az a vörös folt, ami állandóan kering rajta, és 10 órát, nem egész 10 órát megkerüli a Jupitert. Tehát az forog rendesen. Ez azért őrült nagy bolygó. Hát nézd meg a Földhöz képest, az 10 óra alatt megfordul a tenger mentén, az azért rendes fordulat van ám abban, szóval ilyenkor a nagy bolygó ilyen gyorsan megfordul. Hát aztán itt menjünk tovább, az már érdekes, mert hogy ott bal oldalt ott van a Jupiter, aztán a Wolf 359, az egy nagyon pici törpe csillag, aztán ott van mellette a nap, az a ragyás, az a nap, és aztán ott van ez a kékes színű, az a Sirius. Az a Sirius méretre. Tehát a mi napunkhoz képest a Sirius nagyobb is, meg melegebb is. Tehát a mi napunk olyan, hát olyan 5600-6000 Kelvin körül fűt, a Sirius meg 9000 körül, tehát melegebb. 14 bolygója van az én tudomásom szerint, ilyen bolygó, ami már elég nagy. Hát ilyen kis bolygók, meg ilyenek vannak ott is, de 14 bolygó van, és ebből a harmadik, a negyedik és az ötödik is lakott, bár a harmadik nagyon hülye pályán kering időnként. Onnan jöttek a földiek közül a négyek, arra a bolygóról. Máshol az univerzumban nem nagyon élnek négyek, kevés, nagyon kevés él, de onnan jöttek a földre a négyek. Űrhajókkal, szóval ezben az őrület tudott, hogy a fáról elképzelt, fáról lemászott
Hungada-bungada, az mégiscsak úgy jött le űrhajókkal a Földre. Ez nem azt jelenti, hogy ő neki milyen űrtechnikája volt, de hozzáfért. Ha megfizette, idehoztam, mert a Föld üres volt, idehozták lakosság. Parancsol. Tudj bácsi, a néger kultúra, ha már az is olyan beletöltünk a fehér ember kultúrájára. Igen. Többi földel akkor a kultúrája, akkor az hová tűnt el? Vagy van-e valami beljegyzés? Nem tűnt el. Nem tűnt el. Tehát az, hogy te azt gondolod, hogy ezek kultúrálatlanok, mert egy szább höcsbe ott rohangálnak a sivatagba, ugye neked ez van a fejedben, de aztán kiderül, hogy mondjuk a dogonok Közép-Afrikában olyanokat beszéltek a néprajzkutatóknak még akkor, amikor nem is fedezték fel a Sirius rendszert ilyen mértékben a csillagászok, hogy 50 évenként kerül meg az egyik csillag a másikat, és ez megvan a magyar néprajzban is, úgy hívják, hogy sárkakata, miért sárkakata, de drágáim, ez a sárkítás, ez 50 évenként sárkít egyet. Érted? Tehát, hogy a sárkakata 50 évenként visszabócázik egyet, mert a Sirius A meg a B, az így kering, egy nagyobb, egy kicsit, így az égen. Úgy megy, hogy egy nagyobb ilyen évet ír le, aztán visszamegy, vagy kisebbet, megint egy nagyobb, így működik a sántakata. És ez egy régi néprajzi név, tehát mink is tudtuk, nem csak a dogonok. Én azért néztem őt utána a francia intézetben, hogy mikor volt a felfedezés, és mikor volt amikor ez a néprajzkutató ezt leírta, mert ennek nagyon fontos szerepe van. Mert a szkeptikusok rögtön leagyázták a témát, igen ám, de hogyha előbb mondták a dogonok, mint ahogy felfedezték a Sirius B-t, a csillagászok, akkor a dogonok tudnak valamit. Ők azt mondták, hogy őket egy ilyen farkán ugráló halszerű valamilyen lény, aki űrhajóval szállt le a tóhoz, azt tanította, megtanított őket a szántásvetésre, meg mindenfélére megtanította őket, tehát hogy kell megélni, mert látta, hogy ezek bénáznak, és akkor ilyen egyszerű technikákat, tehát nem idehozott raktorokat, meg ekéket, hanem egyszerű technikákat megtanított nekik, hogy így kell a Földet megművelni, és akkor abból sok élelmiszer lesz, és nem fogtok éhezni. Megtanította őket, és ezt a dogonok maguk mesélik. Tehát, és azt mondták, hogy ezek a rettentően művelt, kulturált, nyugati okos tojások, hogy a dogonoknak nincs is írása, mert hát ezek hülyék, hát ezek ilyen senkiháziak, ugye? Mert a beképzett hülye gyarmatosító az azt gondolja, hogy mindenki hülye rajta kívül. Na most az volt az érdekes, hogy a dogonoknak megtaláltam a hieroglifáit, képzeljétek, hát tele van írva a fal, olyasmi hieroglifákkal írnak egy kicsit, mint a maják. Olyasmi képecskékkel írnak, de írnak, hát az egyiptomi képírás is írás volt, azt mindenki tudja, hát elolvasni nem annyira, de mert ugye a felét talán el tudják már olvasni, mint ahogy a sumérnak is egy csomó részét nem tudják elolvasni, rosszul van megfejtve. Ilyen egyszerű, rosszul van megfejtve. Mert hogy a sumér is egy magas kultúra volt, és azért kezdtem ezekkel az ókori kultúrákkal foglalkozni, meg a kínaival is, mert ott én találtam olyan dolgokat, amire már nem lehet azt mondani, hogy véletlen. Mert ez lényegesen nem véletlen. Mert hogyha én megtalálom a kínaiban azt, hogy leírja az univerzum működési elvét egy írásjelvvel, és úgy hívja, hogy fekete, mert úgy hívja, és ez a fekete nem a fekete szín. Az a lényeges. Leírja, képzeld el, egy írásjelvvel, a 10 originális leírja minden lényeget, leír a két alapvető forrást, amiből elindult a keletkezés, és ezt tudnak, és 10 tűz, oda van írva, képzeld el. És egy jelben benne van, mert ugye a kínai az egy ilyen halmozó ligatúra. Olyan, mint a rovásírásunkban is össze lehet róni betűket, rovásbetűket, ez is összerólt rovásbetűk. Ezt hogy nem Pekingbe azt tanítják az egyetemen, nem fogod elhinni, hogy a kínaiak a hunoktól tanulták az írásbeliséget. Most Pekingben ezt tanítják. Komolyan. Nekünk meg azt tanítják, hogy egy senkiházi fáról lemászott hülye vagyunk. Hát tudod, de ki tanítja? A
a senki házi fáról, mert már szólt hülye. Hát különben, én mindig azt szoktam mondani, hogy nem baj, a te öreg anyád az valóban a fáról mászott, de nem probléma. Nincs nekem, nekem még Isten teremtő. De neked meg lemászott az öreg anyád, a majomhoz valahogy el volt itt a föld. Szóval, nem? Képzeljétek el, az orvosi egyetemen volt egy előadásom, az Ákos határán éppen, tehát ilyen 89 magasságában van, akkor 90 magasságában, és ilyen ebédlőben tele volt, nagyon sokan voltak. Ott ült professzor tanársegéd, mit tudom, hogy az előadáson, nagyon aranyos volt. Föltettem a kérdést, hogy hölgyek urak, szerinted ki mit választ? Ki szavaz arra, hogy őt az Isten teremtette, és ki szavaz arra, hogy az ő hőse a majomtól származott el. Gyerekek, a majomra senki nem szavazott. A felvilágosult kultúrát Budapesti Orvostudományi Egyetem, akkor még nem is Sotel volt talán a neve. Na, és képzeljétek el, de talán akkor Sotel volt. És akkor ez a felvilágosult orvosi egyetemen egyetlen egy se szavazott, hogy a majomtól származik. Na most erre varjál gomba. Mert az embernek belül lelkében megvan a tuki, hogy van, és hát ugye nem véletlenül van az, hogy a vallások még fönnmaradtak, mert ugye a kommunizmus alatt nagyon terjesztették azt, hogy a vallás az csak egy ilyen hihetetlen világ, egy ilyen hülyeség, hát ilyet nem hiszen létező ember. De jobban nem adott helyette, tehát az volt a pláne, mert hogy elvette tőled a világ teremtésének a tudását, ahogy le van írva, de azt mondta, hogy mondd el, hogy azt nem tudtam. Azt mondott ősrobbanás, persze elmondták, csak az ősrobbanásnál gyűlöletes mennyiségű anyag van egy gombozban. Jó, hogy az még nem proton, értem, nem neutron, még pion, értem, jó, csak éppen gyűlöletes tömeg, 25 milliárd fok meleg, vagy mit tudsz, ilyen gyűlöletes meleg, és ez egyszer csak valamiért szétrepül, mert ennél feketébb lyukat, aztán nem lehet elképzelni, hogy az univerzum összes tömege ott van egy gombozban, ilyen hőmérsékleten, tehát ez egy őrült nagy hőmérséklet. De hát nem mondta el, hogy mi a fény, mert azt nem mondta el. Nem mondta el, hogy mi a neutron, mert azt sem mondta el, csak azt mondta, hogy hát vannak benne ilyen három kvark, olyan izé, de mivel áll a kvark van? Azt már nem tudja. 50 éve, bocsánat, nem tudják, hogy mi a kvark. Ilyen 8-féle kvark körülre, ilyenek vannak olyanok, és egy ilyen, mint egy ilyen dominó játék, össze kell rakni, és akkor ebből ezt tesszük, abból ezt tesszük. Ki jön? Mert ugye a kívánságok benne vannak, hogy ennek ilyennek kell lenni, félspűnőnek kell, ennek ilyennek kell, és akkor belerakja. Jó, belerakja. De jó, csak egy nagy probléma van, az meg miből áll. Hát arról már szó sincs. Ugye a fény hogy működik. És milyen, hogy nem érdekes. Megnézed a, mondjuk a Pap Gábornak az előadását, és akkor a koronán, a Szent Koronán a fény magról mesél, ugye? De ő művészettörténész, ő nem fizikus. Fénymagról beszél. Mi az, hogy fénymag? Az mit jelent? Fénymag. Hát a mag micsoda? Hát amiből ki kell valami. Hát a fénymag az, amiből ki kell a fény. Ugye? Tehát még azt is elmondja azt a folyamatot, hogy ez a folyamat ki kell a kis fénymagból, ki kell valamilyen kiáradás, és ez a kiáradás lesz majd valahogy a fény. Ebből lesz valahogy a fény. Hát egy dinamikát mond ebben. Fantasztikus. Visszatérünk ezekre a bolygókra, mert érdekes. Hogy milyen nagyságú csillagok vannak, azt azért érdemes látni. Ott van az ötös sorban, nem négyes sorban, ott van a Sirius. Ott a Sirius. Ja, ilyen, ott van. Ott az a nagyon nagy kék, az a Sirius, az most már csak ekkora, nem lett kisebb, hanem most a többiek mi a nagysága miatt kisebb arányosságú kell lenni. Ott van a Sirius, akkor mellette a Pollux, az Arcturus és az Aldebarán. Az már olyan bazi nagy, hogy a mi napunk már egy ilyen Maxenni sincs mellette. Tehát olyan nagy vörös óriás, és akkor még itt van az alsó sorban az Aldebarán, de vannak az Aldebaránnal is sokkal nagyobbak. Itt van az Aldebarán, utána a Rigel, az Orionban van, az Orion csillagképben van a Rigel. A Rigel, akkor az Antares, a Betelgeuse, és utána ott már a Betelgeuse van, az már egy óriási nagyon nagy csillag, hát ahogy van, ott már nap nem is látszik a Föld, az még
A porszemnél is kisebb mindjárt. De azt hittem, hogy jelentkezze valami. Nem? Bocsánat. És ott van a múlcefei, a VVCFEI A és a VY Káris Majoris. Az a Káris Majoris a nagy kutya csillagképben található. Óriási, hatalmas nagy csillag. De az, hogy ott található, az nem azt jelenti, hogy itt van a közelünkben, hanem abban az irányban van. Tehát a mi csillag térképeink, amik a közkeletű csillag térképek, azok síkagyúak, mint a rendes térképeink is síkagyúak. Ugye egy lap, egy papír lap, amin a magasságot színekkel próbáljuk ábrázolni, de hát itt azért másról van szó. Elképesztő, hatalmas csillagvilágról van szó, és nekünk ezt tudni kell, hogy a mi napunk az egy kis parányi kis porszem ahhoz képest, amekkora nagy csillagok is van. Az a legutolsó csillag az már olyan nagy, hogy már Jupiter is benne keringene a csillagba, hát a keringhetne benne, de a Jupiter pályája az csak az őrületes nagy csillagok, vagy még annál is nagyobbak, és vannak, és ezek az hatalmas nagy csillagok természetesen szétszórva mindenfelé vannak körülöttünk, de vannak fekete lyukak is mindenféle, csak fekete lyukakról van vagy 200 térképen nekem. Azokat szoktam gravitációs távcsőre nézegetni, mert a gravitációs távcső kiváló a fekete lyukak megfigyelésére. Tudni, a fekete lyukak azt eltárolja, milyen érdekes, közben amit gondolta, azt mondtam ki. Tehát a fekete lyuk az egy összeomlott, csillagokból összerakódott hatalmas tömeg, és ez a csillagokból összerakódott hatalmas tömeg a végén szívja magába a környezetében lévő csillagokat, és így lett belőle a végén fekete lyukba, és ez a csillagoknak egyfajta halála. Nem nőnek tovább az égék, mert nem tud tovább nőni. Pontosabban nagyságra majd elkezd nőni, mert maga az univerzum is egy nagy fekete lyuk. És amikor megnézik az univerzum belsejében lévő struktúrákat, az meg olyan, mint a hab. És mint hogyha olyan, mint a szappanhab, a belsejében a habnak levegő van csak, és a folyadékszerű hab anyagában van igazából a sűrű anyag. A köztemeg ilyen ritkás levegő van, csak a habban benne. Tehát ugyanígy van, rendeződnek el a galaxisok is, tehát a nagyon makró léptékben nézem az egész univerzumot, akkor egy ilyen habszerű az egész. És ez is egyetlen egy forrásra van fölfűzve, képzeld el, hogy az egész rendszer egy darab fénykvantum működtetni. És azért tudja működtetni, miért tudja? Mert fraktálisan teljes. Vagyis, hogy abban a kiáradás sorozatban, amit mondtam, hogy végül van egy ilyen kiáradás sorozat, ő az elején van, és amit ő csinál, azt kénytelen a többi csinálni, mert belőle járad ki a rendszer. Ha ő elmozdul, akkor minden elmozdul. Ez lenne a lényeg, hogy ő úgy tudja kormányozni az egész rendszer, hogy ő fraktálisan vezető szeretett földbe. Na ez az Isten. Innen folytatjuk.